Ahogy azt a híradó elején elmondtuk, tovább folytatódik a csapatok átcsoportosítása a keleti ország részben. A Magyar Honvédség Hajduhatházi Vaj Ádám laktanyája az egyik gyűjtőbázis, ahonnan tovább haladnak a kombolyok. A további részletekért Pálfi Andreát kapcsoljuk. Andrea, mi történik ott most pontosan? Köszöntöm a nézőket, valóban ez az egyik bázis a csapatok átcsoportosításának az ország minden részéről. Érkeznek ide a Magyar Honvédség alakulatai, majd rövid pihenő után indulnak a Magyar-Ukrán határa. Az első kontinens innen Hajduhatházról reggel indult, a következő információink szerint majd 14 órakor. A Magyar Csapat átcsoportosításnak egyébként kettős célja van. Egyrészt a Magyar Honvédek humanitárius segítséget nyújtanak a rendőröknek a men menekültek kezelésébe, elszállásolásába, másrészt pedig, hogyha a harcok átsodródnának Magyarországra, akkor természetesen a lakosok védelme a legfontosabb feladat. Tegnap járt itt Hajduhatházon Ruszin Szendé a Magyar Honvédség parancsnoka, aki akkor úgy fogalmazott, hogy a Magyar Honvédségnek késznek és képesnek kell lenni a magyarok biztonságának megőrzésébe. Hát ezt a célt segíti most a csapatok átcsoportosítása. A térségben közlekedőknek egyébként számítaniuk kell a konvojokra, ezért mindenki türelmét kérik, és itt Hajdú hatházon éles lövészet gyakorlatok is lesznek, emiatt is szintén a lakosok türelmét kérik, de mindegyik csapatmozgásnak vagy gyakorlatnak a legfontosabb célja valóban az, hogy Magyarország biztonságos legyen. Párfi Andreának köszönjük szépen!